Aranyérmet nyert a Harsány utánpótlás nevelő sportegyesület két versenyzője a Mazsoret World Federation által szervezett világbajnokságon. Cinege Szonya és Muszbek Noémi azonban már most az új kihívásokra koncentrálnak. A mazsorett egy olyan szórakoztató táncműfaj, amelyben a lányok csoportja menetelve, botot forgatva mutat be különböző koreográfiákat. A Harsányi utánpótlás nevelő sportegyesület két versenyzője kemény munkát fektetett a mozdulatok tökéletesítésébe. Én 7 évesen kezdtem el táncolni, mazsorettezni. A versenyzés szerintem úgy 2011 körül kezdtem el. Sokáig csapatban, és nagyon sokáig, vagyis még most is versenyzek szóló kategóriákban is. A közös munkánk az pedig 2017-ben kezdődött. Akkor még ilyen hazai versenyeken versenyeztünk, és a munkánk eredményeként kijutottunk Európa-bajnokságokra és világbajnokságokra is. Noémi is hosszú évek óta mazsorettezik. A lányok jól ismerik és értik egymást. Ez elengedhetetlen a sikeres szerepléshez. Fejben is ott kell lenni, és fizikálisan is, és hogyha ezt együtt nem tudjuk megcsinálni, akkor az színpadon még 100-szor olyan rossz. Tehát, hogyha edzésen 100-ból 100-szor tökéletesen sikerül, versenyen még akkor sem biztos. És nagyon fontos, hogy mindent pontosan lejárjunk, hogy mit hogy kell, és úgy gyakoroljuk ki, mert úgy lehet eredményesen letáncolni egy táncot. A közös munka gyümölcsözőnek bizonyult, hiszen már számos versenyen bizonyították rá termettségüket. A júliusi csehországi mazsoret Európa-bajnokságon kategóriájukban a dobogó legmagasabb fokára állhattak fel, majd jött a fokvárosi világbajnokság. Magyarországot csak mi képviseltük, és mivel a kategóriánkat az afrikaiak találták ki, csak velük versenyeztünk, tehát közülük több csapat volt, egy ilyen 4-5-6 csapat ellen versenyeztünk, és mindegyik Afrikából volt. Nagyon-nagyon jó versenynek mondhatjuk, volt lehetőségünk gyakorolni, dobálni még a tánc előtt, ami sokszor nem adatik meg. Van, amikor csak úgy várjuk a színpad mögött, hogy mikor jövünk mi, és akkor nem tudunk bemelegedni, úgyhogy ennek nagyon örültünk, és nagyon barátságosak voltak az afrikaiak, mindenkinek szurkoltak. Szonyának és Noéminek sikerült megnyerni a Mész Duo Senior kategóriát. A versenyeken a technikát és az előadást is bírálják. Vannak kötelező és szabadon választható elemek, amelyeket pontoznak a kivitelezés helyessége szerint. Szerintem a mazsoret az azért különleges, mert a kitartás a legfontosabb hozzá, tehát nem elég egy-két tánclépést megtanulni, ugye kell tudni a botot is forgatni, és szerintem ezzel a kitartással fejlődik így a mazsoret, hogy már nem csak fesztiválokon vonulnak fel, vagy nem is fúvó zenére táncolunk, hanem most már klasszikus zene, és most már különböző kategóriák is vannak, egy bottal, két bottal, ilyen mész kategóriában is, amiben mi is versenyeztünk. A Harsányi utánpótlás nevelő sportegyesület várja azokat a lelkes és kitartó fiatalokat, akik szeretnék kipróbálni a mazsorettezést és a versenyzést.